Sziasztok! A Hanabi kártyajátékot fogom bemutatni. 2013-ban a Hanabi megnyerte az évjátéka díjat Németországban. Az egyik különlegesség ennek a játéknak, hogy nem versenyzős, nem egymás ellen játszunk, hanem egy kooperatív kártyajáték, vagyis közösen próbálunk minél több pontot szerezni, minél szebb tűzi játékot kialakítani. A játék során 4 vagy 5 lapot osztunk mindenkinek játék elején, attól függően, hogy hányan játszunk. Ám a lapokat nem úgy tartjuk a kezünkben, mint egy hagyományos kártyajátéknál, hanem így kifelé, csak a saját lapjaink hátlapját látjuk, és a többi játékosnak látjuk a lapjait szemből. A célunk, hogy a játéktér közepén mind az 5 színből kialakítsunk egy 1-től 5-ig tartó sorozatot. Minden színből, itt láthatjátok, 3 darab 1-es van, 2 2-es, 2 3-as, 2 4-es és 1 darab 5-ös a pakliban. De ezekből, minden színből csak számonként egyet kell felhasználnunk. Amikor rajtunk a sor, akkor a kezünkben lévő lapokkal, illetve a többieket segítve 3 akció közül választhatunk. Vagy fogunk egy lapot, amit kijátszunk középre, remélve, hogy az jó sorrendben következő lap, vagy egy lapot eldobunk a kezünkből, vagy pedig tanácsot adunk egy játékostársunknak. A tanács a következő féleképpen nézhet ki. Vagy arról adunk tanácsot, hogy milyen színű lapokkal rendelkezik valaki, vagy az, hogy milyen számértékűekkel. Kiválasztunk mondjuk egy színt, és megmutathatjuk, hogy az ő kezében pontosan hány darab lap van, ami olyan színű. Például a tőlem balra ülő játékosnak látom a lapjait, és azt mondhatom, hogy ez a 3 lap nálad piros. Ezt neki meg kell jegyeznie, és a későbbiekben ez nagyon hasznos lesz. Vagy mondhatom azt, hogy ez a 2 szélső lapod, ezek 4-esek. A másik játékos elforgathatja a lapját, vagy más sorrendbe teheti őket, de nem nézheti meg, és ezekkel az áthelyezésekkel tud segíteni magának, hogy megjegyezze ezeket az információkat. Hogyha tanácsot adunk valakinek, akkor középen látható 8 darab tanácskártyából az egyik lefordul fehér oldaláról a feketére. Ha már nincs fehér oldalával látható tanácslapka, akkor nem adhatunk tanácsot. Hogyha azt a lehetőséget választjuk, hogy az egyik lapunkat eldobjuk a játékból, akkor egy már lefordult tanácskártyát visszaforgathatunk fehér oldalára. Ugye azért tehetjük meg, hogy eldobunk egy lapot, mivel a legtöbb lapból több is szerepel a játékban, de mindegyikből csak egy darabra van szükségünk. Ha pedig azt választjuk, hogy lerakunk egy lapot tűzijátékból, akkor azt nagyon óvatosan kell tennünk, mert minden színből csak a megfelelő sorszámú lap kerülhet le középre. Amíg még nincs lent lapunk, akkor egy színből az 1-esnek kell először lekerülnie, majd ha már van len 1-es, akkor a 2-esnek, majd a 3-asnak, 4-esnek és 5-ösnek. Tehát egy teljes színsorozatnak kell fölépülnie. Mikor kiválasztunk egy lapot és azt letesszük középre, bízunk benne, hogy az megfelelő sorszámú. Ha a kéket, kék 4-est raktam le, és középen nem a kék 3-as lap látható, akkor ezt el kell dobnunk, hibás volt a lerakás és becsap egy villám. Hogyha azonban a kék 3-as már len volt, akkor a 4-es lett a következő, remek, már közel vagyunk ahhoz, hogy befejezzük azt a színt. Többnyire, illetve mindig 1-esekkel kell kezdenünk, tehát fontos, hogy eleinte az 1-eseket megmutassuk a társaink kezében, és azokat le tudjuk tenni. Így megyünk körbe-körbe, mindig egy akció közül választunk. Ha egy lapot lehelyeztünk középre, vagy eldobtunk, akkor a kezünket kiegészítjük, húzunk egy újabb lapot, óvatosan úgy, hogy ne lássuk, betesszük a kezünkbe. Majd jön a következő játékos. A játék addig tart, amíg a pakli el nem fogyott, tehát az utolsó lapot fel nem húztuk, ekkor még egy kört játszunk, majd megszámoljuk, hogy hány darab lapot sikerült pontosan kiraknunk középre, tehát hány lapból áll a tűzijáték sorozatunk. Ha a játék vége előtt sikerült az összes lapot, megfelelő lapot leraknunk, tehát mind az 5 színből 5-5 lapot letenni, akkor a 25 maximális pontszámot megszereztük. Tehát a Hanabi egy kooperatív kártyajáték, ahol egymásnak minél jobb tanácsokat kell adnunk ahhoz, hogy sok pontot tudjunk szerezni. Jó játékot!